Második előadónk dr. Kéri Szabolcs, pszichiáter, aki a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Élettani Intézetében egyetemi tanár, valamint az Országos Pszichiátriai Központ tudományos referense, és régóta foglalkozik már a mentális zavarok kutatásával és kezelésével, és munkássága során több mint 150 közleménye jelent meg nemzetközileg is nagyra becsült szaklapokban. Ma pedig a mentális zavarok egyik legsúlyosabbikának, a skizofréniának a témájában fog egy nagyon érdekes evolúciós szempontokat is mérlegelő megközelítésről beszélni. Fogadjátok sok szeretettel dr. Kéri Szabolcsot. Tisztelt hallgatóság, szép estét kívánok mindenkinek, és remélem, hogy az elkövetkezendő időszakra még lesz elég oxigénünk ahhoz, hogy be tudjuk ezt az előadást fejezni. Ha a skizofréniáról beszélünk, akkor leggyakrabban a legsúlyosabb mentális zavarok egyike jut eszünkbe. Valami rendkívül romboló, destruktív, ami mind az egyén életét, mind akár egy család életét képes lerombolni, kettétörni, hiszen az egyén és a valóság közötti kapcsolat végletesen megszakad. A racionális tényeken alapuló döntéshozatalt fölváltják a téveszmék, a túlértékelt eszmék, amelyek gyakran paranoid színezetűek, tehát a páciens úgy érzi, hogy ártani akarnak neki, meg akarják mérgezni, megfigyelik, befolyásolják a gondolatait különböző digitális eszközökkel például, illetve hát a valóság érzékelésének a problémája az valóban az észlelés szintjén is bekövetkezhet, hiszen a világ egyszerű leképezése helyett megjelennek a hallucinációk, az illúziók, az érzécsalódások. A mai nap két kérdéssel fogunk részletesen foglalkozni, amely talán a szkizofrénia vonatkozásában egy kicsit meglepő. Az egyik az destruktív tulajdonsága ellenére, miért van az, hogy ez a betegség, amit tényleg orvosi esetnek szoktak hívni, rendkívül gyakori ahhoz képest, hogy mennyire súlyos, és állandó? A másik kérdés pedig az, hogy miért van az, hogy újabb kutatások szerint, amelyek meglehetősen robusztus módon igazolják, hogy speciális környezetben, például a nagyvárosokban, illetve a bevándorlók körében ennek a betegségnek a gyakorisága akár 5-10-szerese is lehet egy kontrollcsoporthoz viszonyítva. Egy döbbenetesen érdekes és megrázó vizsgálat jelent meg nemrégen, ami arról szólt, hogy a náci Németország idejében ugye az elmebetegeket és a gyengelméjüket megpróbálták kiirtani. Az volt a hipotézis, hogy ezt valamilyen gének okozzák, amelyek alacsonyabb szintűek, aberráltak, patológiásak. A megoldás tehát egyszerű, sterilizálni kell ezeket az illetőket, meg kell fosztani a nemzőképességüktől, illetve meg kell őket ölni. Ez meglehetősen jól sikerült. A második világháború után a szkizofrénia előfordulása Németországban a 0% felé tendált. Ha megnézzük, hogy ez hogyan változott az elmúlt évtizedekben, akkor azt látjuk, hogy a mai napra a betegség gyakorisága elérte a világ átlagát, ezt a bizonyos varázslatos 1%-ot. Hogyan lehet ezt értelmezni? Úgy lehet értelmezni, hogyha fenntartjuk azt az elméletet, hogy a szkizofrénia kapcsolatban van a génekkel, akkor nem valamilyen patológiás, degenerált génvariációk okozzák ezt, amiket kell értem. Olyan génvariációk, amelyek ilyen-olyan konstellációban mindannyiunkban jelen vannak, önökben is, bennem is, és bizonyos fatális együttállások esetében valóban okozhatnak ilyen problémát. De többségében nem. Kevesen tudják azt, hogy a szkizofréniára emlékeztető jegyek, amelyek akár beépülhetnek az ember személyiségében is, meglehetősen gyakoriak. Ezek a kicsit különc, furcsa, bizarr emberkék, akik érdekes dolgokat mondanak a világról, furcsa asszociációjuk vannak, nagyon színes lehet a személyiség, hát néha egy kicsit paranoidak lehetnek, izoláltak, de aztán ezen túl billennek, és minden megy tovább. A kreativitással például ezek a típusú személyiségvonások meglehetősen összefüggnek. Tehát gyakori és állandó. Evolúciós kérdés. Miért jó ez nekünk? Mire jók ezek a genetikai variánsok? Mire jók ezek a jellegzetes hát érzékelést és gondolkodást viselő mechanizmusok? Ez egyik kérdés. És a másik pedig az, hogy miért a nagyvárosokban, és most itt le fogok menni,
miért a nagyvárosokban és miért a bevándorlók körében jelentkezik ez a problémakör. Ugye az ábra kék részén tetszenek látni az élet könyvét, a humán genomot, ami mutatja ezt a sok-sok genetikai változatot, amely felelős lehet például azért, hogy szkizofrénia vagy szkizotípiás paranoid élmények, hát mindannyiunkban ki tudnak alakulni, és ez bizonyos agyi aktivitás változásra jár együtt. Világos sor, gének befolyásolják az idegsejtek működését, ingerletanyag felszabadulás, fejlődés, stb. Ezen nincsen gond. Ami meglepő, az az, hogy miért pont a nagyvárosokban, miért pont az óriás populációkban jelenik meg gyakrabban ez a pszichológiai konstelláció, hívjuk így politikailag korrekt módon, miért pont itt? A emberi populációk, csoportok mérete rendkívül érdekes. Amikor egy csoport elkezd növekedni, a tagjai közötti együttműködés, szinkronizáció növekszik, akkor ez a csoport hatékonyabban tudja megszerezni a környezet forrásait. Ugye kaja, hely, nőstény, hím, ezek a klasszikus evolúciós szempontból fontos környezeti források, amit ma ugye megpróbálunk konvertálni arra valamire, amit úgy hívnak, hogy pénz, ami lehet, hogy csak a digitális világban létezik. Tehát ez egy érdekes jelenség. Na most nő a populáció, és érdekes módon egy kritikus méret után megjelennek az első repedések a populációban. Megjelennek az első kívülállók, másként gondolkodók, aztán ezek a rések, ezek árokká, szakadékká, stb. Szélesednek, és a populáción belül megjelenik a felhasadás, feltöredeződés, az alternatív kultúrák, akár az alternatív nyelvek megjelenése is. Sokak szerint a csoportban lévő információ túlterhelést, amelyet például digitális eszközökkel próbálunk ma kezelni, felelős ezért a feltöredeződésért. Most azt láttuk, és teljesen könnyen érthető, hogy a gének azok befolyásolják az agyunk működését. Ami egy újabb dolog, és ezt 2 évvel ezelőtt publikálták a meglehetősen neves Nature folyóiratban, az az, hogy maga a nagyvárosi környezet is hatást gyakorolhat az emberi agy aktivitására, működésére. A kutatók ezt a meglehetősen furcsa urbanicitási index, nagyon jól hangzik, kifejezést használták, ami nagyjából azt jelenti, hogy mekkora népsűrűség az adott óriás populációban. 2 dolgot vizsgáltak. Az egyik az az, hogy a jelenlegi életkörülmények, ugye kis városkában élünk, faluban vagy nagyvárosban, hatással vannak-e az agyi aktivitásra? Ez volt az első kérdés. A második kérdés pedig az, hogy a korai életkörülményeink, tehát hogy milyen környezetben nőttünk fel, fejlődtünk, hatást gyakorol arra, hogy hogyan működik az agyunk. Következőt találták. A jelenlegi populáció méret az agy egy bizonyos részén, itt mutatnám, hoppá, nem ezzel mutatjuk vissza, a mandulamag területén befolyásolta az agyi aktivitás mértékét. Ezen a randa matematikai diagramon azt lehet látni, hogy hogyan számszerűsíthető ez az aktivitás mérték, kisváros, vidéki környezet, a nagyváros esetében. Na most a mandulamagról, amit amigdalának is szoktak hívni, azt tudjuk, egy populáris idegtudomány szintjén, hogy ez az agynak a félelem és szorongás központja lenne. Sok más funkcióban is részt vesz, de az tény, hogy a fenyegető társas ingerek, egy dühös arc, vagy hogyha az emberre ráordítanak, hirtelen megtámadják, maga a gesztus képes ezt az agyi területet aktiválni, eléggé markánsan. A másik agyi terület, aminek az aktivitása összefüggött a korai nagyvárosi behatással, ezt a pozitív összefüggést mutatja ez az ábra, az a homloklebeny területén volt, mégpedig a homloklebeny belső részén, az öftekervénynek nevezett agyi struktúrában. Erre a struktúrára az a jellemző, hogy itt az agyban az érzelmek, a gondolkodás, az ítélethozatal és a mozgási programok egyetlen helyre konvergálódnak. Tehát, hogy hogyan érzünk, hogyan gondolkodunk és hogyan cselekszünk, az többek között ebben a régióban foglalódik össze az agyban. Na most, ha hazamennek és megnézik, hogy a mentális betegségekkel kapcsolatban vagy a szkizofréniával kapcsolatban megjelent közlemények, több 100 ilyen van, több 1000 ilyen van talán,
mely agyi területeken találtak eltérő aktivitást, akkor az amigdalát, a mandulamagot és a homloklebeny belső részét is meg fogják találni, mint kvázi kóros területet. Na ezt szépen kiboncolgattuk, hogy az óriás populációk feltöredeződésével kapcsolatban volt egy szociálpszichológiai evolúciós elméletünk, ezt vizsgáltuk az agyi struktúrák szintjén is, azonban az még mindig nem világos, hogy miért lehetnek hasznosak ezek a szkizoid, paranoid vonások egy óriás populációkban, van-e ezeknek valamilyen értelme, jelentősége. Nem egészen 10 évvel ezelőtt közöltek egy matematikai modellt az Amerikai Tudományos Akadémia rangos lapjában, ami arról szólt, hogy az emberi populáció mérete és a populáció egysége, illetve feltöredeződése az hogyan függ egymástól. Nagyjából arra az eredményre jutottak a matematikai modell során, amit az előzőben már vázoltam, hogy kezdetben lévő különböző kultúrájú csoportok versengése összehangolódással, együttműködéssel jár, megjelennek a csoport közös céljai, közös nyelvi, kulturális, vallási szimbólumai, közös törvények, szabályok, amelyek a csoportot mozgatják, és így módon növekszik a csoport hatékonysága. Aztán megjelennek a gyanakvással jellemezhető motívumok, a frakciózás, a széttöredeződés, az különböző alkultúrák, új kultúrák csapódnak hozzá ehhez az egységhez, és aztán ez a ciklus folytatódik tovább. Stevens és Price elmélete szerint a túlságosan nagyra növekedő emberi populációkban, csoportokban az optimális szint beállítása, azaz a feltöredeződés, az úgy történik meg, hogy megjelennek bizonyos proféták, amelyek bizonyos kultuszokat formálnak a saját maguk köré, és ezek a proféták a saját kis kultuszokkal szépen fokozatosan feltöredezik a csoportot. Stevens és Price szerint ezeknek a kulcsfiguráknak, amelyek talán szkizoid, paranoid vonásokkal is jellemezhetőek, szoros kapcsolata van a mentális zavarokkal. Így van ez. Mi jellemző az ilyen kulcsemberekre? Hát egyrészt jellemző, hogy van valamilyen karizmájuk, egy mágnesszerű kisugárzásuk, mert magához tudják vonzani a többi embert, ráéreznek arra, hogy a másiknak mi a legbelsőbb félelme, ezt kifejezik, megjelenítik, így módon a csoport bizonyos részeit maguk köré gyűjtik. Az is jellemző rájuk, hogy mindegyiknek van egy kulcsigérete, nevezetesen az, hogy minden rosszal, ellenséggel és negatív dologgal szemben győzni fogunk, és majd egyszer eljutunk az ígéret földjére. Tehát ezek a kvázi szociálpszichológiai jellegzetességei az ilyen embereknek. Viszont a gondolkodásban, hogyha a pszichológia szintjén megnézzük, akkor szintén találunk érdekes jellegzetességeket. Melyek ezek? Az első ezek közül az úgynevezett szelektív elvonatkoztatás. A szép terminológia egész egyszerűen azt jelenti, hogy az emberek mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy a környezet információiból kimazsolázzuk azokat, amelyek a számunkra kedvezőek, a többit meg nem vesszük figyelembe, ami a saját önbecsülésünket javítja, jó közérzetet biztosít nekünk, az valóság, az összes többi az nem létezik. Most ezeket a kimazsolázott tényeket aztán meglehetősen önkényes logikai szabályokkal egy gyors következtetés segítségével már is valamilyen ideológiává, ideává formáljuk. Tehát van egy szelektív elvonatkoztatás és egy gyors következtetés. És a harmadik jellegzetesség az a szándék tulajdonítás. Hát, hogy az emberrel valamilyen rossz történik, az kétféleképpen magyarázhatja, hát így jöttek össze a dolgok. Ilyen volt a környezet, pehjen volt. A másik lehetőség, hogy valaki valamilyen rosszat akart nekem, ártani akart nekem, direkt keresztbe, tehát elgáncsolt, és ezért vagyok én ilyen nyomorúságos most. Tehát az első esetben környezeti tényezőkkel, második esetben pedig valamely személyek belső mentális állapotával, pszichológiai állapotával magyarázom a saját balsorsomat. Ugye ez a szándéktulajdonítás, ez rendkívül jellegzetesen megjelenik a szkizoid-paranoid konstellációban.
Na most a kérdés az, amiket itt elmondtam. Ezek a gondolkodási jellegzetességek, vagy szociálpszichológiai jellegzetességek tényleg kórosak-e? Szkizofréniára jellemzőek? Paranoid, szkizoid személyiségre? Nem. Ezeket a mechanizmusokat valamilyen szinten mindannyian használjuk a életben, csak hát néha ez azért felerősödik, és ilyenkor érdekes funkciókat tölthet be, ilyen például a csoport feltöredeződése. Richard Hofstadter, egy amerikai történész, politológus, egy rendkívül érdekes válogatást hát szedett össze, amelyekkel ezek az absztrakt dolgok, amikről beszéltem, egy kicsit jól érzékelhetőek a mindennapi életben is. Hogyan töredeződik föl egy csoport, hogyan jelenik meg a paranoid, szkizoid stílus az amerikai politikában. Hát, mit mondtak az amerikai politikusok, politikai újságcikkek, szenátorok annak idején a tradicionális Európáról? Hát azt mondták, hogy hölgyeim és uraim, megcáfolhatatlan tény, hogy Európa monarchiái és a római pápa elpusztításunkat tervezi, politikai, civil, vallási intézményeink lerombolásával, és figyeljék meg a szimbólumot, a katolikus méreg már legmagasabb vezetőink ereiben kering. Döbbenetes. Benne van minden, ott van az ellenség, pontos szándéka van a mi elpusztításunk, és megtaláltuk azokat a megcáfolhatatlan tényeket, amelyek arra utalnak, hogy ez így történik meg. Hát ez az ember így nézi, egy korrekt antiklerikális állásfoglalás, nem nagyon szereti a vallásosokat, különösen a katolikusokat. Hát de most mit mondanak később az amerikai politikusok a felvilágosodásról? Azt mondják, hogy a szabadkőművesek és az illuminátusok összeesküvése Európa minden kormánya és vallása ellen, ez lenne ugye a felvilágosodás, amelyet figyeljük meg, a világbankárok és a fegyverkereskedők támogatják. Tehát Amerika egy másik pont, másik bizonyosság, másik szándék, másik ellenség. Aztán elérkezünk az 50-es évekbe, jönnek a kommunisták, amiről úgy nyilatkozik az amerikai politika, hogy a kommunista ügynökök, figyeljék meg, ahogy egykor a jezsuiták, ugye mennyire logikus, tehát a kommunisták pont úgy működnek, mint a jezsuiták, behálóznak bennünket, felhasználják az oktatást, a tömegmédiát és a vallást, hogy megtörjék a hazájukhoz hű amerikaiak ellenállását. Tökéletes. Itt is megvan az ellenség, megvan a szándéktulajdonítás, megvan az önkényes következtetés. Mi az, ami hibázik ezekben az idézetekben? Az, hogy az ellenség képe gyakorlatilag tetszőlegesen változtatható, és ha 200 év amerikai politikáját áttekintjük, akkor lehet azt látni, hogy itt maga az őrület, tehát a szkizofrénia, arra dolgok logikus együttállása, az elvi koherencia, az teljesen megbomlik. Kötzinek, aki egy meglehetősen tapasztalt író azzal kapcsolatban, hogy hogyan történik a csoport feltöredeződés, Dél-Afrika, apartheid világa, van egy kiváló regénye, a barbárokra várva, ami Nobel-díjban is részesült. Ez gyakorlatilag a paranoid alcsoport formálásnak a tipikus példáját tárja elénk. Az alapkérdése ennek a regénynek az az, hogy hogyan létezik egy olyan társadalom, aminek az élő szövetét, amit valahol mindig a közös célok, értékek, a kultúra, vallás, tudományok és művészet, és itt most nem most valamilyen magasztos dologra gondoljanak, ezeknek a mindennapi velejárója az életünkben határozzák meg. Most mi van azzal a társadalommal, ahol ezek a közös célok, értékek, szimbólumok elhunytak, elpusztultak, kiüresedtek, nem hitelesek továbbá? Ezekben a társadalomban egyetlen egy cél marad, ami a csoportot összetartja, ami reményt kínál arra, hogy saját ínséges sorsunkkal megküzdjünk, ez pedig az ellenség, a barbárok. Ugye Kötzi így fogalmaz, mi lesz velünk most barbárok nélkül, amikor eltűnik az ellenség? Úgy hittük, ők hoznak megoldhatatlan dolgainkra holmi megoldás félét. A
rendszerváltás előtti időszak egyik kulcskérdése, egyéni kulcskérdése volt az, hogy egy ilyen társadalomban létezik-e értelmes egyéni lét. Megteheti ezt az ember, hogy a magánszférájába visszavonul, és a társadalom élő hálója halálát tulajdonképpen kibekkeli a saját belső világában. Köci erre a kérdésre a következő választ adja. A történelmen kívül akartam élni. Azon a történelmen kívül, amelyet a birodalom minden alottvalójára, még az ilyen távolba szakadtakra is reálkényszerít. Ebben az állításban azt hiszem benne van a kérdésre feltett válasz, és köszönöm szépen a figyelmet.